Csömörre megyünk, onnan majd mondom tovább. Kicsi, dolgozz nyugodtan, most ne foglalkozz a tartozással. Uram, elnézést, de... Mi? Ja, csömörre megyünk, indultunk, zöld a lámpa. Jó, rendben. Figyelj, mire hazérsz, mert otthon várlak, jó? Én is téged. Szia, szia. Bocsánat, a telefonért. Kártyával lehet fizetni? Nem, sajnos nem. Nem baj. Mi van a lámpával? Milyen lámpával? Hát a taxi lámpával, vagy hogy hívják. Miért van a földön? Sasszem vagy. Ma nem dolgozom, de mázlit van, mert arra megyek, amerre te, úgyhogy elindítottam a taxi órát. Ja, szuper. Neked. Ez benzines? Nem, dízel. Ja, sejtettem. Régóta taxizik? Mit szólt az Uberhez? Mit szóltam volna? Hát, volt belőle balhé. Engem nem érdekel, én nem balhézom. Én mindig azzal utaztam. Sokkal olcsóbb volt. Maga is Csömörön lakik? Nem. Sose veszi fel a telefonját? Hát, ha dolgozom, akkor nem. De hát azt mondtam, most nem is dolgozik. Kapcsoljuk valami zenét? Ja, ne, szeretek beszélgetni. Maga nem? Hát jó. Itt majd forduljon le jobbra, mi az erdős rész mögött lakunk. Na jó, most álljál meg is ide a pénzt! Milyen pénzt? A bevételt, bazd meg! Mondtam, hogy nem dolgoztam, nincsen bevétel. Jó, akkor azt ad, amit van. Gyerünk! Le akarsz lenni vezetés közben, akkor lesodorodunk az útról és meghalunk mind a ketten. Kussoljál már! Ide a pénzt, jobboronc! Ne hadonász már itt ezzel a játékfegyverrel. Ez nem játékfegyver, bazd meg! Bazd meg! A faszom volt ez! Ami a tököm történik! Kurva életem, bassza meg! Már csak ez hiányzott. Gyerünk, kiszállás! Ezt nem hiszem el. Pénz sincs nála, lesprézet, és itt vagy az út szélén. Hogy lehet, ekkor a balfasz? Törölgess a szállatban, kell egy kis segítség. Te elütöttél valaki? Nem fogod rám azt a kurva fegyvert, akkor ez nem történik. Nekem rám! Uram! Uram, jól van? Szerinted jól vagyok? Itt fekszem vérbe fagyva, bazd meg! És betegeződünk is. Kurva anyátokat! Nektek végetek van! Úgy látom, hogy nincs olyan nagy baj. Ja, nincs olyan nagy baj, mi? Hát most csaptál el ember! Az igaz, bazd meg. Fizessetek! Különben hívom a srácokat a faluból. Uram, ahogy látom, éppen fát lopni volt. Milyen fát? Ezek itt voltak. Nézze, nem tudom, hogy mit szeretne, de nem történt semmi. Semmi? Szétkapunk titeket is, meg a kurva kocsidat is! Én azt nem tenném. Én azt nem tenném. Mi azt, hogy nem tenném? Nyis köcsök, ezt arra verlek, baszd meg! Te lelőtted, baszd meg. Nagyon megértem. De azt mondtad, ez csak játékfegyver. Nem. Azt te mondtad. Mit csináljunk vele?
faszom tudja, ássuk el. Ássuk el, de hol ássuk el? Mit tudom én, itt az utcában. Szerinted nem lesz feltűnő, hogyha itt ásunk és itt fekszik mellettünk egy hulla? Inkább vigyük el valahova. Ásom mondjuk úgy sincs. Jó, beteszünk a csomagtartóba és elviszük az erdőbe. Nem jó ötlet, ne is ki a csomagtartót. Basz, kezdve kicsoda. Mi közöd van hozzá? Oké, én csak segíteni akartam neked. Hé, maradj bányukton! Elütöttél valakit. Rendben, megoldjuk, ássuk el a hullát. Na de ebben rablás! Azt kifelejtett, hogy te meg lelőtted. Hogy enyhítsek a szenvedésén. Milyen szenvedésén? Semmi baja nem volt. Ha belemegyünk minden apró részletbe, akkor estig itt leszünk. Már úgyis ráérek. De most tényleg, ez kicsoda? Feleségem szeretője, rajta kaptam őket. Nagyon sajnálom. Jól vagy? Szerinted? Fi, ez egy féreg. Az ilyenek miatt tartott a világ, ahol tart. Kenjük rá az egészet! Mit? Hát, hogy ő lőtte le. És ő is ütötte el. Tőlem. Rendben, akkor vegyük ki a csomagot. Mondd már be a pofát, az mit vinnyolsz, hallod? Maradj már nyugodt! Ismeritek egymást? Ha ő a bátyám. Na jó, engedd el azonnal! Ez az egész. Vigyázzál, ember! Hol a faszban van? Maradjál már nyugodt! Hé, hey, engedd el! Majd, ha lerendeztük. Jól is tett, hogy megkurta a feleséged. Mit mondtál, bazd meg? Az arcom! Visszaszívod? Nem szívom. Szívd vissza! A nejed szívta a bátyám farkát. Szakadnátok szét mind a kettőt! Mozom! Hogy az a kurva élet, basz meg? Normális vagy? Ott van a bátyám! Maradjál már! Add vissza, az az enyém!